kiírásra került az otthon melege program idén is, és ebben segíteni szeretnénk azoknak, akik ezt igénylik. Két pályázatról is szó van. Az egyik a fűtésrekonstrukcióról szól, a másik pedig a korábban is már volt hogy ez a hűtőszekrény és a mosógép csere, az energiatakarékos eszközökről, gépekről van szó, és, és hát erről adtunk tájékoztatót, nagyon fontos az időpontok, előre fel kell erre készülni, és minden segítséget megad az önkormányzat az időseknek, csak keressenek bennünket. Az egyik alprogram, ami talán fontosabbnak tekintendő, és az összeg nagyságát tekintve is, ugye jelentősebb, ez az úgynevezett fűtés-korszűrtési támogatás. Itt döntően a régi, elavult fűtésrendszereknek a cseréjét szolgálja ez a program, országosan 3,5 milliárd forinttel rendelkezésre, és ugye ez a régióra van leosztva. Ami a lényeges, hogy bárki pályázhat, tehát itt nincs megkötés, viszont az a lényeg az egésznek, hogy a pályázati lehetőség a keretösszeg kimerüléséig tart. A pályázati lehetőség beadására, elektronikus benyújtására június 6-án reggel 8.00 órától van lehetőség. Erre azért hívom fel a figyelmet, mert amennyiben az időpont hoz képes valaki egy vagy két nappal próbálkozik, elképzelhető, hogy már a pályázatot lezárják. Hiszen a 3,5 milliárd forint országosan véve a több mint 4 millió lakásra vetítve nem sok. Ugye ezt a régióra leosztva, a nyugat-dolántú régióban 400 ezer lakás van, tehát a György moson megyében. A 400 ezer lakásból várotton 1500-1600 lakásnak van lehetősége majd eredményesen pályázni. Maga a pászti lehetőség ugye az 7 maxim maximum hétszer forintot biztosít a fűtéskorszerűsítésre, ami a beruházási költségnek a 40 a lehet. Tehát durván egy 1 millió forintos összeget feltételez komplex fűtéskorszerűsésre a pályázati kíró, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, és úgy vélem, hogy ezt a lehetőséget minden nagykarizsainak, akik úgy érzi, vagy úgy gondolja, hogy a következő években mindenképpen a fűtéskorszerűséget meg akarja csinálni, akkor az most tegye meg, próbálja meg. És ugye még ami nagyon fontos, ahhoz, hogy a pályázatot június 6-án be tudják nyújtani, ez elektronikusan történik, előzetesen bizonyos fejteknek meg kell felelni. Itt gondolok arra, hogy bizonyos dokumentumokat be kell szerezni, tulajdonapot, ami ö, nyilván mindenkinek a személyi igazolványa, adóigazolványa rendeléssel, van, nincsen gond, kaput, amennyiben még nem történt ö, meg a személyes az ügyfélkapulitást És ami talán egy kicsit megnézdi az előkészületet, hogy mindenképpen energetikai tanúsítványt kér a pályázat kiírója a meglévő állapotról és a korszős és utáni állapotról, tehát hogy mennyivel javul majd a hatékonyság, energiahatékonyság. Tehát ehhez viszont szakemberre van szükség. Tehát aki úgy gondolja, hogy pályázni szeretne, akkor a következő héten, hetekben mindenképpen keresse meg a szakembert, aki ezt a dokumentumot elkészíti, és ahogyan a polgárosok is említettek, június 6-át megelőzően már a hivatal ügyfélszolgálta lehetőséget biztosít arra, hogy az összes dokumentumot beszkenelje a hivatal, és június 6 án reggel 8 órakor csak egyetlen -egy gombnyomással elküldhessék majd a pályázatokat, nagykanizsáról is a uh, pályázati szerverre. Még idén lehet majd pályázni a hűtőgépeknek és a fagyasztógépeknek a korszerűsítésére is, de ez egy kicsit később lesz majd aktuális. Így van. Ö, a otthon melege programba, ugye már korábban, tavaly már szerepeltek a hűtőgépek, illetve a mosógépek, automatikus mosógépek cseréje. Erre idén is lehetőségnél igazi ennek az összege országos szinten nem a tavalyi milliárdos nagy képviselem, csak 600 millió forintot. Ö, tesztek erre a célra férnek, ami azt jelenti, hogy a régióra vetít fel, tehát a három megyére leosztva 60 millió forint jut. Ez azt jelenti, hogy olyan 1500 hűtőgép vagy mosógép cseréjét tudja majd a kormány ezzel az összeggel támogatni. Ugyanúgy a kategóriák változatlanok, tehát A esetében 000, A2, plusz esetében 25 ezer, A2 plusz esetben 40 ezer, és A3 pluszos gépestében esetében 50 ezer forint a támogatás, de maximum a vételárnak az 50 százaléka. Ennek a pászti lehetősége viszont augusztus 16-án reggel 8.00 órától indul a Zala megyei pályázók részére.